Míg a zenekari árokba is betekinthettek a gyerekek a Kossuth Lajos Művelődési Központ nyílt napján. A központ is csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos kezdeményezéshez, amelynek célja a művelődési intézmények munkájának bemutatása. Bizony sok olyan részletre fény derült ezen a délelőttön, amelyet még a házban sokat szereplő Zsófi sem látott eddig. Nagyon érdekes volt, mert mi is nagyon sokat szoktunk itt szerepelni, viszont a kulisszák mögé még nem mindig tekinthettünk be ennyire mélyen. Honnan vetítették régen a filmeket, milyen a mozgószínpad, vagy hogyan működik most a mozi? Mindezeket ma megmutatták a látogatóknak. A központ munkatársai szerint jó ez a program arra is, hogy bemutassák, bizony egy sikeres program mögött pontosan megtervezett, összehangolt munka van. Itt láthatják a gyerekek is, illetve a felnőttek is, hogy ahhoz, hogy például egy színházi előadás lemegy a színpadon, mögötte a kollégák mennyit dolgoznak azon, hogy ez zökkenőmentes legyen, hogy a színháznak a megvilágítása, a technikája, maga a mozgószínpadnak a működése, és ezek mind olyan kulisszák mögötti dolgok, ami ahhoz járul hozzá, hogy egy rendezvény sikeres legyen. Nem csak a gyerekek élvezték, hogy bepillanthattak a kulisszák mögé, még a kísérő pedagógusoknak is izgalmas volt a Művelődési Központ látogatók elől elzárt részeinek megismerése. Nagyon megragadó volt, a gyerekeknek nagyon tetszett, és azt gondolom, hogy máskor is szívesen fognak jönni ide. A nyitott program szombaton a Mini Krisztál műsorával és éjszakai filmvetítéssel folytatódik.